nagyon erős infantri harcok fogják övezni. A főbázison van egy lavunk és egy helikopterünk. Na nézzünk egy F1-et, egy mappot, hogy hogyan indulnak a csapatok, ami pillanatokon belül meg is fog történni. Így van. Ja igen, hát piros színben 818, az FTP kék színnel játszik. Hát ahogy ezt kell, el is vitték az összes járművüket, mindegyik csapat, mondjuk ebben nagy meglepetés nincs. A helikopterek megérkeztek a B ponthoz. A 818-as, mind a két csapat nagyon ügyesen droppolt, szinte fej-fej mellett a két csapat, ahogy megérkeznek B pontra. Ki is alakult egy nagyon jó kis összetűzésben az zászlóért. Az FTP-s páncélos is megérkezett a B ponthoz megtámogatni a gyalogosokat. Az 818-nak még nem sikerült zászlót húznia, viszont az FTP-n előre birtokolja az A pontot, de ez még nem elég nekik ahhoz, hogy elkezdjék pörgetni a másik csapatot. A 818-nak közben sikerült behúzni a hátsó zászlóját. Ugye a B ponton kialakult nagy harcból az FTP-nek sikerült jól kijönni, a jó húzás volt az, hogy behozták a páncélost a húzózónába, meg az épület közelébe, hogy megszerezte az FTP a két pontot, azonban a 818 már hátra is droppolt a hátsó pontjukra és elhúzták mögöttük az A pontot, ahol jelen pillanatban egy FTP játékos sincsen. A páncélos az épületből kilőve próbálja meg a helikoptert semlegesíteni, de hát az nem lesz egy egyszerű mutatvány. Na most érkeztek vissza a 818-as játékosok az A pontra, de ott még mindig túlerőben van. Akarom mondani, az FTP-sekben a 818-asok még mindig túlerőben vannak A pontnál. Így van, nagyon szépen meg is védik. Igaz, most már az FTP támadja a 818-asok hátsó pontját, úgyhogy megy a pontcserélgetés nagy erőkkel. Azért ez nem volt egy szép, egy ronda mutatvány, nem tudom, láttad-e a helikoptert, ahogy lángoló helikopterrel átrepült a híd alatt a 818-as pilóta. Igen. Közben itt az épületben kisebb problémák adottak, úgy látom. Nem is mifélék? Azt hiszem az FTP, nem a 818 játékosok közben itt kiszedtek egy járművet. Igen, azt a páncélost, amit bevittek oda az FTP-sek a kör elején. Mintha kicsit előre törtek volna. Így van, így közben szép lassan az FTP, el akarom mondani, hogy a 818 megszerezte magának a vezetést. Jelen pillanatban egy-egy pontot birtokol mind a két csapat, viszont az A pontot pillanatokon belül visszaszerzi magának az FTP. És ez az előny hamar semmivé válhat. A 818-asok nagyon szépen bevették magukat már ide a hotelba, nehéz lesz őket innen kilőni. Na igen, jó szokásomhoz híven, ahogy ezt kimondtam, azonnal ki is haltak onnan mindannyian, úgyhogy... Olyan vagyok, mint Knézi Jenő a magyar foci meccs közvetítéseken. Az a srác volt, aki mindig elkiabálta a meccs eredményét, nem? Azzal a helivel valahogy nem akarnak összeérni a dolgok. Nagyon, a FTP most egész jó beleerősített, mint hogyha 818 játékosai kimaltak volna a mapról. Egyelőre csak a helikoptert látom. Na meg itt van most egy páncélos összecsapás, C pont előtt a parti fövenyen, amit a 818-as harckocsi sikerrel abszolvál. Igen, és egy gyalogos ott is maradt, aki igen, fel.
Igen, Rick Raps volt az, aki besegített a páncélosnak, és ha jól látom, most megpróbálnak körbe menni A pontra a tankkal, akarom mondani a lovval. De nem, ehelyett visszafordulnak és inkább a B-t támadják meg, valószínűleg azért, mert vannak ott már gyalogosaik. Így van, nagyon jó spawn pont a páncélos, és most ők is bemennek vele az A húzó zónába. Minden esetre nem fogták vissza magukat. Az biztos, tehát elég rendes, egy csúnya rendet vágott itt a 8-18-as alakulat a B ponton, de még mindig itt vannak az FTP srácok, nem adják olcsón a életüket. Meg a pontot sem. Juhúú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 ú
Meg is nézem, mi történik a pályának a többi részén. Így van, egy FTP-s helikopter elindult a C pont fele. Valószínűleg egy droppal próbálkoznak, így van, ami valószínűleg sikerrel össze is fog jönni. Itt most a 818-on gyorsan vissza kéne váltani a hátsó pontra. Túl sokan vannak hirtelen a B-n. Ritka pillanatok egyike, amikor a B-n kívül máshol is történnek dolgok. Eddig nagyon oda koncentrált az... mind a két igen, csapat. Igen, azért van. Most is éppen megtámadja egy 818-as kolléga az A pontot. Méghozzá. Renji. Hát sajnos számítottak rá és voltak az épületben. Így van, a 818-nak a páncélosa még mindig benn van az épületben. Kint a parton pedig az FTP-s páncélosa. Lőtték ugyanazt a helikoptert, a 818-asok azért, hogy ne tudjan újra felszállni, az FTP-sek meg azért, hogy ne tudják ellopni. Közben itt az alponton úgy látom, hogy a 818-as igen, a kettőre bevette magát a 818. Igen, és a helikopterből még mindig droppolnak, és a helikopter oldalából még záporoznak az RPG-k is arra a páncélosra. Közben a B-házban is alakult egy kisebb csata. Elfogytak a 818 játékosra is. Ez egy nagyon szoros meccs lesz, abban biztos vagyok. Közben jött hozzánk egy valaki. Szervusz, mi a helyzet? Semmit, benéztem hozzátok kicsit. Ja, éppen közvetítjük a FTP 818 meccset. Na. Szerintem, hogyha fölmész a többiekhez, akkor tudsz majd velük kommunikálni. Okay. Facebookra belinkeltem a... Ezért kicsit hirtelen jött egyébként, mert így a kezdés előtt 5 perccel kérdezték meg a srácok, hogy mi van, közvetítünk, nem? Azért aztán akkor így, tudtam. Akkor eszméltünk rá, hogy hopp, ma egy mérkőzés van a Magyar Kupán, úgyhogy gyors összedobtunk egy streamet, és most azt nyomjuk. Jó, rendben, akkor nem is zavarok. Nem zavartál, mennyi nézett te is. Okay. Szerintem kurva jó meccs lesz, tehát fej-fej mellett áll a két csapat jelen pillanatban. Oké, okay. Na, csak. Csücsű. Halé, halé. Így van, jelen pillanatban 8-18 birtokol két pontot, viszont ticketbe az FTP vezet körülbelül 30 tikettel. Így van. Jelen pillanatban az A pontot és a C-t birtokolja az FTP. Az A ponton egy gumicsónakkal próbálják meg a helikoptert eltáporítani, és ellopták az FTP-s helikoptert, ott hagyták. Két helikopterrel van a 818, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a vége. Gyakorlatilag innen már csak stingerekkel fogják tudni kiszedni az ellenséges helikoptert, ami nem egy egyszerű művelet. Én azt gondolom, hogy... Ugye a két helikopterrel nagyon könnyű lesz megvédeni a nyílt pontokat, a B pontot picikét elkezdeném hanyagolni.
Ops, viszont bukik is, az egyik helikoptert eldobja Gelaci. Valószínűleg ez a sajátjuk volt, míg a lopott helikopterrel így van. Itt menekül Gunner Tibi, és a bázisról jön ki éppen. Így van, antitank felszereléssel is van felszerelve rögtön ez a helikopter, ami így a lavot nagyon könnyen fogja tudni emlegesíteni. És esik a helikopter, kilőtték a pilótát belőle. Vajon sikerül visszaszerezni a helikoptert? Nem, meg sem is ült a helikopter, úgyhogy ezt az egész gondolatmenetet gyakorlatilag el is felejthetjük, tehát olyan pillanatokon belül változik a mérkőzésnek a képe. Tehát jelen pillanatban az FTP birtokol egy pontot, míg a 818 szintén egyet, de úgy néz ki, hogy a B pontot az FTP fogja megszerezni. Ha csak el nem kiabálom ismét, és a 818 be nem, fel nem zárkózik a B-re, mielőtt elfoglalják. És most úgy néz ki, hogy nem viszik be a páncélost a B pontra, hanem inkább elmennek vele arra. Hát az FTP erősen védi a B pontot jelen pillanatban, hogy látom. Így van, ki is halnak a 818-as infantusok a B-ről. Akkor nézzük meg, mi van ám, hogyha már oda ment az a páncélos, mi foglalja is az A pontot. Igen, egyetlen egy gyalogos vitte A pontot, ugyebár ez a páncélosnak nem jelentett különösebb problémát. Így van, viszont érkezik a parton az FTP-s lav. Pillanatokon belül egy gumicsónak kíséretében, ami mondjuk ugye most kiszállt a sofőr belőle. Vízben úszva, nem tudom igazából, hogy mit csinálott, de gondolom próbál megérkezni ára. Mind a két páncélos eset, gyalogosok maradtak ott mind a két csapat részéről. Mert ez az alpont még mindig kérdéses, hogy kié lesz. Így van, még a helikopter eldöntheti ennek az alpontnak a sorsát, bár most menekülőre kényszerül, mert kapja a földről a stingereket erősen. És megmaradt a pont a 818-nál jelen pillanatban. De az 1v1-es harcot egy FTP-s játékos nyerte, méghozzá MC Hunter, úgyhogy sikerül visszafoglalniuk az A pontot, bár még mindig vannak kint a erdőben 818-as játékosok. Igen, és közben az FTP játékosa is néz ki, hogy elmentek a C pontra. Viszont itt van egy gumicsónak. A B ponton meg ilyen erős 818-as aktivitás érzékelhető. Igen, de jól védik a pontot az FTP-sek. Akarom mondani, hogy a 818-asok FTP-sek erősen támadják. De nem mindegy, hogy kié az a zászló. Hát igen, nem. Főleg, hogy lassan a játék vége felé érünk. Így van, még mindig a 30 tikettel vezet az FTP. Sikerült tartaniuk azt a kicsinke előnyt, amit így megszereztek maguknak a kör során. Folyamatosan villognak a zászlók, egyik csapat sem birtokol huzamosabb ideig egynél több zászlót. Most C ponton is elég erős harc van. Ja, mivel igen nagy erőt tudnak elvonni a B pontról az FTP-sek, hogy ilyen agresszívan támadják a hátsó pontot, és így a B pont valószínűleg meg is lesz nekik szerintem. Így van. 3-4-5 FTP-s játékosra jut egy 818-as, aki el is vérzik pillanatokon belül, de megérkezik oda is az erősítés. Rögtön egy heli egy gumicsónak és a páncélos is úton van. Így van, helikopter nézeget be itt az épület ablakán.
nem egy utolsó teljesítmény az se, hogy így ki tudja lőni esetleg a gyalogosokat az épületből. A páncélossal megindulnak A pont fele, nem veszi őket észre az ellenséges lav. Így van, közvetlenül mögé megy és csak most szúrja ki, hogy ott van az ellenséges páncélos. Kapja is az ívet rendesen. Így van, esik a lav az FTP-ről, FTP részéről. Elég sok gyalogos van benne az A ponton jelen pillanatban. 4 tiketje van még a 8-18-nak. Ha leszűkítik is elfoglalják ezt a pontot, akkor még elég sok tikethez juthatnak így a kör végén. Úgy néz ki, ez össze is fog nekik jönni. Kérdés az, hogy az FTP hogy válaszol erre. Egyelőre sehogy, a B ponton vannak még játékosaik. És 2 pontot birtokolok 3 tikettel a kör vége előtt a 8-18, és elindulnak az FTP tiketjei lefelé. Most hozzák ki a helikoptert, ami megérkezik ára. Így van, droppolnak is belőle az emberek, akarom mondani egy ember. Esik a helikopter. Próbálják visszafoglalni az A pontot. De jön vissza a páncélos is és a helikopter is. Hogy megmarad még az a pont a 8-18-nál szerintem, és már 20 tiketnél jár az FTP. 3 tiket még mindig a 8-18-nál, nagyon ügyesen játszanak, nem spónolnak le. Hát ez egy igen nagy hajrá. A C pontot továbbra sem támadja az FTP, ben vannak még mindig a B épületben, az A pontot kéne, vagy a C-re kéne elmenniük, és akkor meg tudnák talán fogni ezt a bleedet. De ahogy elnézem, nem fog nekik összejönni, nem indultak el egyik zászlóra sem. És megfordítja a kört 3 tikettel a vége előtt a 8-18, gyerekek, ez valami brutális. 2 tiket, 1 tiket és 3 tikettel nyeri a kört. Azt a mindenit, gyerekek. Gyönyörű hát csapatjáték. Szuper volt. Hú, viszont ez a 3 tiket nem jelent semmit, tehát a mapot az a csapat fogja nyerni, aki a következő kört megnyeri, tehát... Hú! Minden esetre egy gyönyörű fordítás volt. Így van.